Hamarosan indul az élet a zeneiskolában is. Megkezdődik az új tanév. Az első hetek az ismerkedésről és az alapok lerakásáról szólnak. A diákok és szülők fokozatosan lépnek be az iskolai életbe, miközben felfedezik a zenevilágát és megszokják az új rutinokat. Ahogy telik az idő, a tempó felgyorsul, és az iskola élete egyre dinamikusabbá válik. Örülök neki, hogy idén is sok diák jelentkezett már ez idáig is a zeneiskolába, ugyanis június 30-áig kértük, hogy a szülők iratkozzanak be, az iskolánk honlapján lehetett ezt megtenni, de természetesen a továbbiakban is várjuk az új beiratkozókat, hogyha vannak ilyenek. Én bízom benne, hogy az óvodákból is jönnek sokan. Mi az előző tanév végén megkerestük az intézményeket, és igyekeztünk felhívni a szülők figyelmét arra, hogy működik előképzős osztály az összes általános iskolában itt Komáromban. Köszönjük is ezúton is a lehetőséget minden igazgatónak, aki ezt lehetővé teszi, hogy az előképző 1-es, előképző 2-es évfolyamokat kint az általános iskolákban tarthassuk meg. A szülők kaptak erről tájékoztatást, illetve volt is egy hangszer simogató, hangszer bemutató koncert még májusban, úgyhogy biztos, hogy készülődnek, de ha valaki esetleg ezt még nem tette meg, és szeretne beiratkozni a zeneiskolába, még mindig megteheti, az egresizeneiskola.hu honlapon találják. A zeneiskola egy héttel később kezdődik, és egy héttel korábban ér véget, mint az általános iskola a törvényi előírások szerint. Pontosan azért, hogy az általános iskolai órarendhez tudjanak igazodni a gyerekek. Ez nagyon fontos, mert nálunk is, hogyha kialakítunk egy órarendet, akkor az nagyon nehéz, már 2 héttel később esetleg a matematika szakkörhöz vagy a angol korrepetáláshoz igazodni, ezért inkább mi is később kezdünk. Én várom szeretettel a kedves szülőket, lesz egy órabeosztás, amin egyeztetni lehet, ez természetesen a szolfézs órákra nem vonatkozik, a csoportos órákat, illetve a zenekari kamara órákat, azt a kollégák jelölik ki, hogy mikor tartjuk ezeket. Az egyéni órákra pedig egyeztetés lesz, szeptember 4-én várom szeretettel a szülőket 3 órára ide a zeneiskolába. Pár hét múlva elkezdődik az élet a zeneiskolában, előtte azonban még nyári tábort szerveznek a növendékeknek. A zeneiskola minden évben tartott eddig zenei tábort, korábban a Balaton partjára mentünk, sajnos ezt az elmúlt 2 évben már anyagi okokból nem tudtuk megtenni, mert olyan magasra szöktek az árak, különösen a szállásdíjak, hogy ezt idén más formában valósítjuk meg, de már tavaly is bejárós tábor volt itt a zeneiskolában. Ez arra tökéletes alkalom, hogy egy picikét felkészüljünk a következő tanévre, és újult erővel belekezdjünk a gyakorlásba, egy picit leporoljuk a hangszereinket, énekeljünk, zenekari munka lesz, de közben kirándulunk, meglátogatjuk a csillagerődöt, és terveztünk karaoke show-t, lesz zenei vetélkedő, tehát egy eléggé aktív zenei élet lesz ezen a héten, és hát ezúton is várom szeretettel az érdeklődőket, mert csütörtökön a szokásunkhoz híven a táborzáráskor tartunk egy kis koncertet, itt az iskolánk udvarán 10:30-kor hallható ez a kis koncert 29-én. A tanév során a zeneiskola gazdag koncert és programkínálattal várja diákjait és a közönséget. Nagyszabású koncertre készülünk, ami újdonság, és ezt most azért emelem ki, mert ilyen ritkán van. Egy ausztrál zenekar fog érkezni hozzánk, Komárom város fogja vendégül látni, ezúton is köszönöm a támogatást, és hát az egresi fúvor zenekar lesz a házigazdája ennek a rendezvénynek. Ez egy nagyszabású program, és a Magyar Kultúra napjára tervezzük ezt. De hát előtte is lesz zenei világnap, természetesen a hagyományőrző
programjainkat meg fogjuk tartani. Bízom benne, hogy lesz Volt Növendékek koncertje, amire a régi zenei pályán tanuló növendékeinket várjuk. Tavaly is volt már egy ilyen kezdeményezés, és nagyon örülnék, hogyha ezt tudnánk folytatni. És hát az ősz folyamán természetesen folytatódnak a versenyek, a Fuvor zenekar is utazik már most rögtön a nyár végén Kalocsára, tehát én úgy gondolom, hogy nem maradunk program nélkül ebben a tanévben sem.